Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Eltűnt, keresik Kincses Ervint, akit egy hete hétfőn láttak utoljára Szentendrén. 2023-as költségvetés, Magyar Judit részletezte a tervezetet. Iskolába hívogató, a leendő elsős osztályosokat és szüleiket várták a Rákócziba. Nem csak családja és baráti köre, hanem nagyon sok szentendrei szeretném megtalálni a 43 éves Kincses Ervint, akit utoljára február 27-én hétfőn láttak. A férfit édesanyja és testvére kétségbeesve keresi, Szentendrén a Papszigeti Dohányboltban tűnt fel utoljára, azóta nem adott életjelet magáról. Kincses Ervinnel a családtagjai is ezen a napon beszéltek utoljára. A rendőrség időközben közzétette Kincses Ervin Gábor fényképét az eltűnt személyek között. Azt kérik, hogy aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámokon, amelyeken a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. Bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 0680 555 111-1-es telefontanú zöld számán is. A helyi képviselőtestület a februári ülésén elfogadta a 2023-as évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Ennek legfőbb részleteit osztotta meg stábunkkal a Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester, aki a tavaly októberben meghirdetett adománygyűjtési akció eredményéről is beszámolt. A 2023-as év költségvetési tervezetének megalkotásakor az egyik legfőbb szempont volt az önkormányzat működő képességének fenntartása, hangsúlyozta Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester. Az idei évben is a szigorú gazdálkodás fog jellemezni a gazdálkodásunkat. Szeretnénk a városüzemeltetés és szociális feladatokat szinten tartani. Az elmúlt évben létrehozott különböző koncepciókat, mint vagyongazdálkodási koncepció, turisztikai koncepció, sportkoncepció, egészségterv, brandstratégia, elkezdeni, illetve megvalósulás útjára lépni. Az idejében 3 millió forintot tudtunk elkülöníteni a sportkoncepcióra. Fontos nekünk az, hogy a város imidzsét tovább erősítsük, tehát a kulturális feladatok, ezekre is fogunk költeni. Fontosak a nemzetiségek, a nemzetiségi önkormányzatoknak is félretettünk egy bizonyos mennyiségű pénzt. Nagyon fontos feladat az, hogy külső forrásokat vonjunk be, tehát hogy ha pályázat nyílik meg, akkor tudjunk pályázni, és ezeket a pályázati pénzeket be tudjuk csatornázni az önkormányzat működésébe. A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben nem lehet egész évre vonatkozó költségvetést alkotni, így azt negyedévente felül kell vizsgálni. Mondta el Magyar Judit, aki hozzátette, ahogy az önkormányzat bevételi forrásai, úgy a kiadási területei is többrétűek. Egyrészt az állami működési támogatások, ugye ezeket zömében kötelező feladatokra kapjuk. Sajnos az idei évben ezek a támogatások kevesebbek, mint az előző év tényadata. Tehát kevesebbet kapunk. Vannak az önkormányzatnak saját bevételei, többek között a közhatalmi bevételek, mint az adók. Itt szeretném elmondani, hogy az önkormányzat nem emelt adót, más módon próbálja ezeket a bevételeket növelni, tehát a behajtásra fogunk odafigyelni, az ellenőrzésre. A közhatalmi bevételek közé tartozik még a bírság, mint egy nagyobb bevétel, de egyébként minden intézményünknek is vannak saját, és a hivatalnak is van saját bevétele. Önkormányzati bevételek, például a parkolási bevétel, vagy a bérleti díjakból származó bevétel, az intézményi bevételek, a térítési díjak, vagy mondjuk a Ferenci Múzeumi Centrumnál ott van igazából a legnagyobb, a régészeti bevétel. És ezen kívül van még egy úgynevezett felhalmozási bevételi forrás, ez pedig az ingatlan eladásból származó bevétel. Ugye a jelenlegi gazdasági helyzetben ahhoz, hogy az energiára támogatást tudjunk kapni a kormányzattól, kétféle elvárásuk volt. Az egyik az, hogy kötelező feladatokra koncentrálva kell összeállítani a költségvetést, a másik pedig a bevételek növelése. Mi ingatlanaink közül zömében üdülőtelkeket szeretnénk eladni, illetve egyetlen egy ilyen nagyobb, az régi egészségház, a szentendrélyek tudják, ismerik, hogy ez hol van. Ez a tétel, ami egy nagyobb tétel az ingatlan eladásban. Úgyhogy ezek a bevételi formák vannak.
kiadási formák közül megemlíteném elsősorban a városüzemeltetést. Ugye az idei évben a városüzemeltetésre több forrás biztosítunk a hatalmas infláció miatt, úgyhogy 250 millió forinttal több forrást fognak kapni, mint amennyit kaptak az elmúlt évben, de fontosak nekünk a kulturális intézményeink, tehát a cégeinket is támogatjuk, a kulturális cégeket, illetve az intézményeket. Azt tudom elmondani, hogy az önkormányzat az idejében minden egyes intézményének, illetve cégének kicsivel több támogatást biztosít, mint amennyit a tavalyi évben tudott, hiszen a feladatot el kell látni, és mivel az állami támogatás csökken, ezért az önkormányzat kénytelen az adófizetők pénzéből támogatási összegeket biztosítani, és hát ugye a külső gazdasági környezet az nem igazán kedvező számunkra, mert az infláció olyan mértékű, hogy ezt kompenzálni kell, és ez minden területen érezteti a hatását. Nem csak városüzemeltetésben, hanem közétkeztetésben, minden területen. Szentendre város önkormányzata 2023-ban folytatja a városrészi költségvetés programot, amelyhez a mai naptól, március 6-ától várják a javaslatokat. Egyebek mellett ez a projekt is része az idei fejlesztéseknek. Négy csoportra osztottam így a fejlesztéseket. Az első az a Vekop kerékpárút. Ez egy korábban pályázati úton elnyert pénz, amit szeretnénk az idén megvalósítani. Amint említettem, a korábban elnyert pénzeknek az a legnagyobb hátulütője, hogy mire megvalósulásra kerül az a projekt, addigra jóval magasabb összegből lehet már csak megvalósítani. Az idei költségvetésben erre nem nagyon van forrás, ezért egyéb kiegészítő támogatásokért fogunk folyamodni ahhoz a szervez, aki ezt a pénzt, ezt a pályázati pénzt biztosította. A másik nagyobb csomag az a TOP plusz pályázatok. A tavalyi évben három területen nyertünk el pályázatot. Az egyik az az Izbégi óvodának az energetikai felújítása volt, a másik a Kálvária út folytatása, erre 250 millió forintot nyert a felújításra az önkormányzat, illetve a Barackvirág út vízelvezetés és esőket létrehozása, ennek egy része meg már meg is valósult. A harmadik ilyen nagyobb csoport ez a városrészi költségvetés. Az idei évben 70 millió forintot szánunk, tehát körzetenként 7 millió forintot szánunk ennek a közösséget bevonó fejlesztésnek a megvalósítására, illetve a negyedik, amit mi a korábbi városvezetéstől vettünk át, az 1+1 fejlesztési projekt, amiben az idén 30 millió forintot tettünk. A Szentendréért közalapítvány és az önkormányzat tavaly októberben adománygyűjtést hirdetett a rezsinövekedés miatt bajba jutott szentendreiek megsegítésére. A jótékonysági akció februárban lezárult, összesen 2.444.828 forintot sikerült összegyűjteni. 9 háztartást tudunk finanszírozni. A kuratórium február 8-án ült össze, 2,5 millió forint körüli összeg gyűlt össze. Ennek a 9 háztartásnak kb. 800 ezer forintot fogunk most kifizetni, mégpedig úgy, hogy a januári és a februári vagy villany, vagy gázszámláját fogjuk kifizetni. Egy olyan ember van, aki nem használ sem villany, sem gázt, de neki gáz palackot fogunk vásárolni. A gondozási központ segítségével, a családsegítő intézményünk segítségével választottak ki ezek az emberek, akik ebből a pénzből fognak tudni most részesülni, illetve az önkormányzatnak a szociális munkatársai hozták a hozzájuk beérkezett nyilatkozatokat, illetve igényeket. Úgyhogy 5 egyedülálló nyugdíjasról beszélünk, és 2 egyedülálló szülőről, aki több gyermeket nevel, egy több gyermeket nevelő családról, és egy rokkant emberről beszélünk, akiknek most így módon tudunk segíteni. És itt még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki adományozott, cégeknek, magánszemélyeknek, hogy erre a célra áldoztak, és önzetlenül áldoztak rá. Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester lesz holnap este a Hét Embere című magazin műsorunk vendége, aki egyebek mellett részletezi a városrészi költségvetés programot is. Tartsanak velünk kedden a Szentendre Ma hírmagazinunk után is.
Iskolába hívogató című rendezvényükkel várták a leendő elsős osztályosokat és szüleiket a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumba pénteken. Az intézmény munkatársainak célja volt, hogy a kicsik megbarátkozhassanak az épülettel, valamint betekintést nyerjenek az iskola életébe. A gyerekek mellett a szülők tájékoztatása is fontos szempont volt, hiszen az iskola kiválasztása az egész család számára mérföldkőnek számít. Molnár Néreskovics Zsuzsanna vázolta, milyen szempontokat érdemes szem előtt tartani annak érdekében, hogy az érintettek felelősségteljes döntést tudjanak hozni. Szentendrén vannak körzethatárok, és a lakhely szerinti körzetes iskolák kötelesek fogadni a diákokat, de nálunk például van testnevelés tagozat, ahol a körzettől függetlenül jelentkezhetnek a diákok. Ezt is szeretném majd bemutatni a szülőknek, meg hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy iskola hangulatát megtapasztalják a szülők is és a gyerekek is. Láttuk, hogy már nyüzsögnek itt a felsőbb évesek is, ők is készülnek valamilyen formában, mivel? Hát igen, egyrészt egy picike kis műsort adnak majd az ideérkező óvisoknak, egy kis játékos műsort, meg hát segítenek eligazodni itt a szülőknek is, illetve a gyerekeknek is, nagy gimnazisták is jöttek közösségi szolgálat keretében segíteni a rendezvény lebonyolítását, meg itt az eligazodást az épületünkben. Hány első osztályt fogtok indítani? Terveink szerint 2 első osztályunk indul, egy általános, illetve egy testnevelés tagozatos osztály. Testnevelés tagozatos osztálynak az a feltétele, hogy egy képességfelmérésen kell a gyerekeknek részt venni, amitől persze nem kell megijedni, mert nem különleges nagy dolgokat kell tudni a gyerekeknek, hanem amit korosztályosan egyébként is ilyenkor már általában tudnak. Csak a mozgáskultúrájukat mérjük föl, hogy a testnevelés tagozat nagyobb követelményeinek meg tudnak-e felelni. Illetve hát ezek alapján választjuk ki a jelentkezők közül a legügyesebbeket, amennyiben több gyermek jelentkezik, mint amennyit egy osztályba fel tudunk venni. Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az iskola minden helyzetre felkészült, valamint biztosította a szülőket arról, hogy valamennyi feltétel adott a 2 első osztály indításához. A testnevelés tagozatra való bejutáshoz nincs szükség semmilyen előzetes felkészülésre, hiszen az adott pedagógusok és a leendő tanítónénik játékos feladatokkal mérik fel a gyerekek egyensúlyozó képességét, ügyességét, tájékoztatott Molnárné Reskovics Zsuzsanna. A testnevelés tagozatos osztálynak a tanítónénél Komán Beáta kolléganőm már egészen biztos, hogy ő lesz. A másik első osztályos tanítónéni személye még nem biztosan eldöntött, úgyhogy őt most nem fogom tudni még bemutatni, ugyanis hát a tanítóknál nálunk is az a helyzet, nagyon sokan mennek el most ezekben az években nyugdíjba, és az utánpótlásuk az ugye folyamatos, úgyhogy most is várunk még tanító kollégákat. Valószínűleg közülük kerül majd ki a másik első osztály tanítónénie, ha esetleg olyan helyzet állna elő, hogy nem, akkor is van megoldásunk, mert akkor a fejlesztő kollégák közül fogunk beállítani tanítani kollégát. Az intézményvezető részletesen ismertette a pénteki esemény programjait, melyek összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy mind a gyerekeket, mind pedig a szülőket is megszólítsák. A gyerekeknek egy játszó nap tulajdonképpen, 2 teremben rendezünk nekik foglalkozásokat, ahol aprók is, tulajdonképpen már iskolába készülő kis játékokat készíthetnek, amit elvihetnek magukkal majd haza. A szülőknek pedig egy hosszabb tájékoztatót tartok én az iskoláról, ami nyilván a szülőket érdekli, de talán a gyerekeknek nem annyira érdekes, úgyhogy addig ők játszhatnak, és természetesen utána tudnak beszélni majd a tanítónénivel, illetve hát itt van az összes többi tanítónéni is, tehát mindenkivel meg tudnak ismerkedni közben a szülők, illetve hát akinek egyéni kérdése van, abban is szívesen segítünk, hogyha tudunk. Még a határidőket említsük meg, hogy most ezek után, ezután a mai alkalom után mennyi idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy megválasszák a tanítókat, vagy egyáltalán, hogy tényleg ide iratják-e be a gyerekeiket a szülők? Hát ebben az időszakban rendezik általában az általános iskolák a bemutatkozó, ki hogy hívja nálunk, ugye hívogató rendezvényeiket, és április 21-én, 21-22, ha jól emlékszem, a beiratkozás napja, de ezt nyilvános hirdetményben az óvodákba is
kikerül, de előre meghatározott időpontban van az egész országban. Ami nálunk még lényeges szempont, hogy a testnevelés tagozatnak a képesség felmérésére, de minden kis gyereket el kell hozni, akit szeretnének erre a tagozatra beíratni a szülők. Ezt előtte egy regisztrációhoz kötjük, mindez a honlapunkon keresztül zajlik, és március végén lesz ez a képesség felmérés egy péntek délután. Ezen döntjük majd el azt, hogy ez alapján tudjuk eldönteni, hogy kik nyerhetnek felvételt a testnevelés tagozatra. Molnár Néreskovics Zsuzsanna megosztotta stábunkkal az iskolai beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, melyek közül kiemelte a Kréta rendszer előnyeit és fontosságát. A beiratkozáskor ugye abban az iskolába kell beiratni a gyermeket, ahova szeretnének jelentkezni, hogyha esetleg valamelyik iskolában nem tudják fogadni, mert olyan sokan jelentkeznek, akkor a körzetes iskola köteles fogadni a jelentkezést, illetve hát azt, hogy nagyban megsegíti, illetve megkönnyíti a beiratkozást, hogyha előzetesen a Kréta rendszeren keresztül az adatszolgáltatás tulajdonképpen megcsinálják a szülők. Meg kell jelenni akkor is személyesen a beiratkozáskor, hogy az eredeti okmányokat bemutassák, de sokkal rövidebb és sokkal gyorsabb maga a beiratkozási folyamat, hogyha itt már előre kitöltik a gyermekek adatait. Az intézmény munkatársai a Kréta rendszerbe történő regisztrálásról részletes tájékoztatót áprilisban töltenek fel a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium hivatalos honlapjára. Szentendrei rendezésben első alkalommal tartottak szombaton baseball teremtornát U10-es korosztályban. Ez az esemény a Dunakanyar téli utánpótlás sorozat utolsó eseménye volt, amely a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján kapott helyet. A Dunakanyar U10 baseball teremtorna sorozat utolsó eseményét szervezték meg március 4-én szombaton a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján 4 csapat részvételével. Az eseményről Radácsi András, a Szentendre Sleepwalkers Baseball Sport Egyesület edzője számolt be stábunknak. Magyar Baseball Szövetség szervez téli teremtorna sorozatot is, igazából, hogy a játékosok folyamatosan tudjanak mérkőzéseket játszani a holt szezonban is. 4 csapat van most itt, a Debrecen, az ÉRT, a János Somorja és a rendező csapatként mi a Szentendre Sleepwalkers. És mi az apropója a meccsnek? Ez egy szezonzáró vagy szezonnyitó? Hát, akár vehetjük mind a kettőnek is, tehát most ezzel zárjuk a téli szezont, és akkor március közepén már kint fogunk edzeni a pályán is, és április elején pedig kezdődnek majd a mérkőzések minden korosztályban. A többiek U12, U15, ők korábban játszottak, tehát február elején, januárban, illetve decemberben voltak tornák. Némi szabálymódosítást megkövetel a teremben történő játék, hiszen szűkösebb a hely, mint a nyári játékok alkalmával a füves pályákon, de a téli edzéseknek is mindenképpen megvan a létjogosultsága. Sorolja az előnyöket Radácsi András edző. Ilyenkor télen ugye nem tudunk kint edzeni a hideg meg a pálya állapota miatt, úgyhogy minden csapat teremben készül, tehát itt is nagyon sok mindent tudunk gyakorolni, az ütést, a védekezési szituációkat, illetve sok technikai feladatot végzünk. És most tehát a meccseket is tudjuk játszani, ugye sokkal kisebb a pálya nyilván, de ennek megfelelően módosítjuk a szabályokat, sokkal gyorsabb a játék, mint kint a pályán. Milyen szezonra készültök most így azért, mert cseperednek fel a srácok és a lányok is mindenki, és azért kíváncsi lennék, hogy milyennek látod az új generációt így a sportágon belül? Nagyon ügyes mindenki, tehát a országos szinten is, válogatott szinten is egyre jobb a magyar baseball, tehát nagyon szép eredményeket ért el a válogatott az elmúlt években. U12, U15 Európa bajnokságra jutott ki, illetve idén a felnőtt válogatott is Európa bajnokságon fog szerepelni először a magyar baseball történetében, és ott is nagyon sok fiatal játékos van. Nekünk most itt Szentendrén U12, U10 és úgynevezett T-ball csapatunk is lesz. A T-ball ők az, akik állványról ütnek, ők a legkisebbek, tehát ők ilyen 8-9 és alattiak. U10, U12, illetve U15-ös csapatunk is lesz, valamint felnőtt bajnokságban is fogunk játszani. A Dunakanyar U10 baseball teremtorna sorozat utolsó eseményén 4 csapat mérte össze az erejét. A Debrecen Tigers, az ÉRT Dodgers, a János Somorja Rascals és a Szentendre Sleepwalkers. Radácsi András edzőt az esélyek latolgatására, a szentendrei lehetőségek bemutatására kértük a meccseket megelőzően.
Ami itt még nagy hátrány nekünk Szentendrén, hogy nincs egy saját fedett csarnokunk vagy helyünk, ahol tudunk készülni. Tehát nagyon hálásak vagyunk itt az Altiszti Akadémiának, hogy befogadnak minket télire, illetve Lányfalun egy teniszsátorba. Edzettünk még, sajnos ugye a költségek most eléggé megszaladtak idén a fűtés miatt, úgyhogy ez is limitálta a lehetőségeinket. Tehát ebben kell nekünk egy klubszinten előrelépni, hogy meg tudjuk oldani a folyamatos felkészülést a téli időszakban is majd. Nagyszerű, hogy ezt most itt megrendezhettük, tehát ez is nagyon rugalmasan állt az Altiszti Akadémia, és a szövetségnek is köszönjük, hogy ránk bízták ezt az eseményt. Március folyamán a Szentendre Sleepwalkers Baseball Sport Egyesület toborzást tart. Érdemes szemmel tartani a honlapjukat, figyelni a közösségi felületeik hirdetéseit. Az érdeklődők toborzáson kívül évközben is kipróbálhatják ezt a sportot a Szentendre Sleepwalkersnél. Erre általában kisebb csoportokban, illetve meghirdetett nyílt napokon van lehetőség. Végül a várható időjárásról. Kedden ismét a felhőké lesz a főszerep, és többfelé kell számítani esőre, néhol havas esőre. Észak-keleten és észak-nyugaton élénk erős lehet a légmozgás. 6 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, a legmagasabb értékeket délnyugaton mérhetjük. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink, még egyszer, röviden. Nem csak családja és baráti köre, hanem nagyon sok szentendrei szeretné megtalálni a 43 éves Kincses Ervint, akit utoljára február 27-én hétfőn láttak. Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester részletezte stábunknak az idei évi költségvetés. Iskolába hívogató című rendezvényükkel várták a leendő első osztályosokat és szüleiket a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnáziumba a pénteken. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Szentendrén, mert hamarosan kezdődik Párosan Szép című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tv/Szentendrén. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy az elsők között értesüljenek legújabb híreinkről, videóinkról. Munkatársai nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!